Ali! Nyitva van. Szóval nem adom a házam mozgalom vezetője és az őt támogatott civilek megjelentek a nemzeti nyomozóiroda a panasz irodája előtt. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a panaszt itt a nyomozóirodán átveszik, de azért még neki jabáljuk el. Én is köszöntöm a rendezvényt biztosító rendvédelmi dolgozókat. Már nagyon sok ismerős arcot látok köztük, és sokra tényleg úgy nézek, mintha családtagom lenne. Csak az a baj, hogy még mindig másik oldalon állok. Én arra kérem önöket, hogy jön május 1-e utáni időszak. A kilakoltatási moratórium megszűnik. Tagadják meg a népelmes parancsot, és álljanak a nép mellé. Nem lehet azt tovább eltűrni, hogy Magyarországon bárki adósága miatt, amit mesterségesen gerjesztettek a feje fölé, hontalanná váljon. Már csak azért sem, mert aki hontalan, az már nem élhet az utcán, mert a jelenlegi törvények szerint ezért büntethetik pénzbírsággal. Viszont a hontalanná vált, elveszti a munkahelyét, elveszti az egzisztenciáját, nem tudja kifizetni a büntetését, és akkor jön a börtön. Gondoljanak bele, hogy mi lesz itt egy év múlva. A legújabb információk szerint Batai Mihály, Orbán Viktor és Matolcsi György abban egyeztek meg, hogy május 1-e után gőzerővel elkezdik a 30 millió forint feletti ingatlanok kiürítését. Csak nem tudjuk és nem értjük, hogy milyen jogalapon, mikor a magyar törvények a hitelesek mellett állnak ki, és a bírák is kezdik most már alkalmazni a törvényeket. Ugyanakkor az uniós törvények meg teljes mértékben a hitelkárosultak mellett állnak ki. Vegyék tudomásul a rendvédelmi dolgozók, hogy nem nyújthatnak segítőkezet a végrehajtónak holmiféle hamisan előállított iratok alapján egy kilakoltatáshoz. Százszor nézzék meg az okmányokat, járjanak utána, és csak utána cselekedjenek. Azt, hogy egy végrehajtó azt állítja, hogy ő jogosan cselekszik, azt ma már tudjuk, hogy nem igaz. Mindenki tudja. A rendvédelmi dolgozók közül is nagyon sokan eshetnek majd abba a hibába, amikor majd őket kellene védeni a végrehajtóval szemben. Csak amíg a közrendőr teljesíti a feladatát és mások kilakoltatásában segédkezet nyújt, majd az ő védelmére nem fog senki segítkezet nyújtani, mert a felsőbb szintű kollégái nem fognak neki segíteni. Én már érzékelem azt, hogy a jelenlegi hatalom fél attól, hogy a rendőrség át fog állni az állampolgárok oldalára. Én úgy gondolom, hogy jogosan fél, mert a közrendőr ugyanolyan állampolgár, mint mi, akik megpróbáljuk a károsultak érdekeit védeni. És ma már nem csak devizahitelről beszélünk, hanem beszélünk a gazkiposztó elektromos művekről, a gázművekről, akik ugyanan gátlástalanul fosztogatják a magyar lakosságot és zsarolják, mint a bankok. A szerződéseik ugyanolyan blanketta szerződések, amiket elintettek, és eszed, nem kapsz mást, ezt kell aláírni. Márpedig az uniós törvények szerint az ilyen szerződések egyoldalúnak minősülnek, és semmisnek. A semmis szerződésekre pedig nem lehet jogot alapítani. És ha az ilyen szerződések mögé kiállított végrehajtási okiratok végrehajtásához a rendőrség hozzájárul, népelmes cselekedetet hajt végre. Ma már a tőke erejével végzik ellenünk a tökéletes kiirtást. Nem kell már pisztolygolyó meg géppisztoly. Úgy látjuk, hogy másképp is lehet népet írtani. Viszont ezt meg kell állítani, és ebben mindenképpen kérjük azoknak a fegyveres erőknek a segítségét, akik a mi pénzünkből az egyenruhát és a fegyvert az oldalukon hordják. Megtörtént a panaszátvétel, úgyhogy visszaadom Lacinak, hogy számoljon be. Az átvétel megtörtént, ugye sokkal elegánsabb lett volna, a nyomozóiroda vezetője jön ki, persze magának panasz átvételén semmit nem csökkent, hogy egy nyomozó tiszt
vette át ezt a panaszt, ezzel nincsen probléma, csak mégis, amikor megszólítunk egy általunk fizetett szervezet vezetőjét, akkor igazán megtehette volna, hogy ide kijön, és azt mondja, hogy na, utána nézünk, vagy nem nézünk utána, mert pornép vagytok, vagy ti vagytok a mocsármi, meg egy fölöttetek álló valaki. Nem nézünk utána, mert az OTP osztályvezető a haverom, és ha fejetek tetejére álltok, akkor se fog történni semmi. Mondott volna valamit, de nem mondta, majd küldenek egy jó vastag elutasítást, minden bizonnyal, hogy miért nem. Mert nem vagyunk jogosultak, mert csúnyák vagyunk, mert sokan vagyunk, mert kevesen vagyunk, mert fiatalok vagyunk, mert öregek vagyunk, mindenféle ilyen fasságokat írogattak nekünk, de nem kéne, hogy ilyeneket írogassanak, mert nem veszik észre, hogy egy hajóban ülünk. Egy hajóban ülünk, amit hagynak majd a sorsára ezek a mocskos oligarchák, amikor már nem lesz rájuk szükség. Miért gondolja akár a Dócs András is, hogy azért, mert most még haverja az OTP osztályvezető, azért majd, amikor szarva lesz, akkor ki fogja húzni belőle. Nézzétek csak meg a Weiss-t. Haverok voltak, nem? Ha szarva van, akkor mi történik vele? Észre kellene venni azt, hogy bizony itt Magyarországon, aki belelép ebbe a trágyába, az bizony nagyon szaros lesz. Na de mi nem fogjuk ezt hagyni, mi nem hagyjuk, hogy ezek az élősködők ránk telepedjenek, és parazitaként szívják a vérünket tovább. Úgyhogy most azt fogjuk csinálni, nem tudom, hogy akar-e még valaki itt beszélni, igen, Frici szeretne itt beszélni, úgyhogy mindenképpen ő, azt gondolom, az egyik legilletékesebb, aki megtette. Biztos sokan láttátok a videót, nagyon büszke vagyok rá, hogy megcsinálta, csodálatos volt Magyarország szempontjából, amit Frici tett. Üdvözöllek benneteket! Először is azzal szeretném kezdeni, hogy biztos emlékeztek rá, tavaly egy hatalmas Európa szintű botrány pattant ki. Kiderült, hogy az amerikai titkosszolgálat rengeteg embert, többek között a német kancellárasszony Merkelt is lehallgatta. És akkor szépen szivárogtak ki az adatok, és kiderült, hogy Budapesten is üzemeltetnek egy ilyen lehallgató központot, és az európai lehallgató központok között ez egy kiemelt helyszín Budapest, mert itt nem egyszerűen központot üzemeltetnek, hanem titkosszolgálati személyek is tartózkodnak ebben a központban. Volt szerencsém nekem is itt a nemzeti nyomozó irodában vendégeskednem, és megmondom nektek, eléggé meglepődtem, mert egy folyosó átjáróban, ahogy sétáltam, az egyik oldal a magyar zászló, úgy gondolom, hogy teljesen rendjén való, a másik oldalt meg egy amerikai zászló. És hát szinte sok volt a dolog, úgyhogy kicsattant belőlem a kérdés, hogy mit keres itt az amerikai zászló, és akkor erre csak annyi volt a válasz, hogy hát itt amerikai állampolgárok is dolgoznak. Én nagyon tovább nem akarom boncolgatni ezt a történetet, mindenki vonja le a következtetést. Azt viszont nagyon javasolnám, hogy ne használják, vagy írják oda, hogy amerikai nemzeti nyomozóiroda, vagy tegyék világossá, hogy miről szól ez az egész történet. A másik pedig, hogy költözzön át a Gellért egy tetejére. Ugye ott van egy nagyon szép tágas épület, Citadella épület, ami a Makovec Imre világhírű építész véleménye szerint is az osztrák elnyomást, tehát egy külső elnyomást szimbolizált. Ugyanis azt kell arról az épületről tudni, hogy azon keresztül, tehát az ottani helyőrségen keresztül tartották sakba Budapestet az osztrákok. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük, Frici, ez így még rosszabb. Én lehet, hogy akkor nem voltam olyan ideg állapotban, és figyeltem, hogy milyen zászlók vannak kint.
Nem vettem észre, ezek szerint a figyelmesebb voltál. Azt tudnotok kell, hogy ugyanabban az időben egy folyoson bennégeskedtünk, ahogy Fici mondja, itt ebben az épületben. Egy nagyon bonyolult labirintus van odabent, így innen nem tudnám megmondani, hogy hol voltunk és mit tettünk. Jó érzés volt itt lenni úgy, hogy nem bűnök miatt vagyunk itt, hanem olyasmiért vagyunk itt, amikor emberekért állunk ki. Nyilván voltak annak azért rosszabb pillanatai is, de ha mindig attól félünk, hogy majd mit fognak velünk csinálni, ha mindig attól félünk, hogy majd börtönbe csuknak, elveszik az életünket, vagy bármi egyebet tesznek, akkor soha nem lesz rend ebben az országban. Nagyon sokan mostanában megkeresik Anitát, hogy állítson le, mert ez túl sok, mert úgyis elkapnak, mert úgyis lecsuknak, mert amikor már nagyon durva lesz, akkor ez lesz. Ennek az előzményét kell tudnotok. Ugye a nyomozási anyagokban sehol nincs szó arról, hogy lehallgatnának. Tehát nincsenek illúzióink, főleg, hogy itt vannak az amerikaiak, így meg aztán bármi lehet. Anitával egy ideje azt a játékot játszunk, hogy autóban, otthon és bárhol, ő folyamatosan arról próbál engem meggyőzni, hogy hagyjam abba, tényleg ne csináljam, nem érdemes. Nyilván csak játék. És ezután nem sokára hirtelen megjelent egy csomó ismerős, és őt kezdték el piszkálni. Lehet, hogy véletlen, de lehet, hogy annyi, hogy megtudták, hogy ő, vagy azt hitték, hogy ő a gyenge pont ebben a harcban. Nem gyenge pont, nagyon erős az Anita, nagyon kemény az Anita, amikor benn voltam a sitten, akkor is nagyon kemény volt, és most is folyamatosan nehéz, kemény, és azt mondja, hogy a kurva életbe ezt nem lehet hagyni, nem hagyhatjuk, hogy átgázoljanak rajtunk. Igazából a nagy eredmény akkor lesz, amikor majd még többen és még többen leszünk, amikor onnan a Andrássy úttól bármeddig áll a sor, amikor idejövünk, valamelyik kötöket kiszabadítani akár, hát akár még ez is előfordulhat bármikor, hát akkor lesz nagy áttörés. De az, amikor látjátok, hogy rettegnek, néhányan már láttátok, kitettem néhány anyagot belőle, hogy a bankok miket levelezgetnek egymással, vigyázzatok, jönnek ezek a devizaadósok, huha, be fogják törni, mi lesz velünk. Azt még nem is láttátok, nem egyszerű ebből az anyagból jól kitenni a dolgokat, de sok oldalon keresztül a bankoknak fölmérték, hogy melyik ablaka miből van, mennyibe kerül az oktogonon, tehát az összes bankból csináltak egy ilyet, az adófizetők pénzéből 68 ezer forintot kapott a szakértő, aki ezt megállapította. Tehát ilyeneknek költik a pénzeiteket, holott az ügy szempontjából teljesen jelentéktelen, mert hogy nem lett betörve az ablak. Tehát ezek ilyenek, és ezeket megnézik, de egyébként van, aki ezt ingyen is megállapította, hogy szart se érnek a banki ablakok. De viszonylag könnyen meg lehet ezt állapítani, és innentől kezdve működik a dolog. No, de mi lesz ma? A mai program nem bankzúzás lesz, nem kell nekünk bankirakatot zúzni, rettegnek tőlünk anélkül is, de azért kellett az a kis videó szerintem, hogy eljussunk ide, de ugye ma se lennénk itt, hogyha ott a Cinege úton, akkor nem ülök le, és nem beszélgetek egy kicsit arról, hogy mi lenne, ha lenne, ezek meg komolyan vették, hát ilyenek. Ráugranak a dologra, mint amikor a macskával játszol a lézerfénnyel, tudod? Nincs ott semmi, de a macska ráugrik, és ezek is ráugrottak, hibákat hibára halmoznak, és előbb-utóbb ebbe fognak beledögleni. És azt fogjuk tenni, hogy elmegyünk az oktogonra, úgy kezdjük, hogy OTP, átmenjünk a Rafihoz és a KNH-hoz, leaszfaltozták a tiszteletünkre, tehát új járdát építettek oda eléjük, úgyhogy ezt meg tudjuk mindenképpen tenni. Van a István kocsijában vannak a plakátok, egy hátizsák tele van, és még egy lába is tele van plakáttal, tehát esetleg nem lenne elég, akkor megtesszük. Átmegyünk a körúton, eljövünk ide az Aradi sarkára, ott van az Unicredit meg a CIP Bank is, és megnézzük, hogy hogy reagálnak rá, és akkor eldöntjük, hogy visszamegyünk az oktogonra, és újból leplakátoljuk, ha leszették, vagy éppen, ha valamelyik ötöknek van banki ügyintézéssel kapcsolatban igénye, és úgy látjuk, hogy ezt együtt tudjuk érvényesíteni, akkor nyilván lefújjuk a rendezvényt, és egyszerű állampolgárként banki ügyeket fogunk intézni. Erről majd ott beszélünk, hogyha úgy döntünk, hogy ez szimpatikus lenne. Onnantól kezdve próbálja valaki megtiltani, hogy ügyfélként ne menjünk be bármit is intézni. Nyilván abból újabb dolgok lesznek. Van-e itt még bárkinek hozzászólni valója kérdése? Ha nincs, akkor annyi, hogy majd István, nem, ki is vesszük a plakátot a kocsitból, mert ki tudja, hol tudsz plakolni. Kivesszük István kocsijából a hátizsákos plakát. Lesz ott annyi hely. Lesz ott annyi hely. Megállunk a közepén. Na jól, akkor István, akkor nem veszünk ki, nem cipeljük. Átmegyünk oda az OTP bankhoz, ott párszor beszélgetünk,
minden banknál, beszélünk a bankról, beszélünk magunkról, és közben rettegésben tartjuk őket, mert ettől nagyon rettegnek, hogy az emberek egyszer felébrednek, egyszer úgy döntenek, hogy ezt csinálni fogjuk sokan, egyszerre együtt minden városban. Hajrá, menjünk tovább! Azért azt még megjegyezném, hogy a Fricinek az üvegminőségi ellenőrzési akciója az 300 ezer forintba kerül. Az ő szakértői díja többbe került, mint a másik. Csak ugye a magánzsebből. Persze, persze.